Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az idő sokat változott, többek között remek technikai berendezések is segítik. Két hét sincs vissza az EP választásokig, a Fidesz pedig belehúz a kampányba. Ma és a következő napokban az ország több pontján is beszélgetéseket, előadásokat tartanak meghívott politikusokkal. Mi most a Szent Imre gimnáziumba jöttünk el, ahol a 11. kerület meghatározó politikusai mellett Deutsch Tamás a vendég. Nem lehet azt elégszer elmondani, hogy a magunk mögött hagyott négy esztendő sikerei nem a kormány sikerei önmagában. Magyar polgárok egészének, egységének a közös sikere. Három dolog az, amit érdemes elmondani. Te ki vagy, ki a riválisod, és miért téged támogassanak, miért rád szavazzanak? Egyáltalán nem lepett meg az, amit a magyarországi baloldal, a bukott baloldal képviselőitől az elmúlt öt esztendőben az Európai Parlamentben tapasztaltam. De ugye ez tényleg csak a baloldalra. A Jobbikra volt egy darab dia összesen, az LMP-ről pedig nem is volt szó. 8 percet beszélt csak a Tavares jelentésről önmagában. Arénytalannak éreztem. Eltér a véleményünk. Műhely beszélgetés az Európai Parlamentben az új magyar alaptörvényről. Zöld frakcióhoz tartozó európai parlamenti képviselő azt mondta, hogy az képtelenség, hogy egy alaptörvényben kötelező legyen az Isten hit. A magyar himnusz soraival kezdődik, ami következőképpen szól, Isten áld meg a magyart. Benne van a törvényben, ez nem jelent más, mint hogy kötelező mindenkinek az Isten hit. Elmondták neki, hogy érdekes megközelítés, de ez a magyar himnusz. Mondta, hogy érdekesek ezek az érvek, csak ő nem fogadja el. Ekkor történt meg az először bennem, hogy halvány repedés keletkezett a lelkemben, az értelmemben. Cifrábbnál cifrább vélemények hangoztak el. Természetesen mindez egyébként folyamatosan emberi jogi köntösbe bújtatott érveléssel. Miért is jó mondjuk az EU-ban maradni, miért is jó szavazni, az elsikadt nekem. Hát dehogy is, hát Magyarországra érkező fejlesztési források nagyon jelentős forrásokat jelentenek, és még ennél is több fog érkezni az előttünk álló hétesztendőben. Hogyha megindulnak újra a pénzek, nem? Igen, ezt ugye erre számomra is érthetetlen módon egyelőre megfelelő kormányzati válaszok nem születnek, tehát én most kevesebb sajtótájékoztatót és több értelmes magyarázatot ajánlanék még egyszer nyomatékosan. Az a békemenet, amikor mind az Európa szkepticizmus, mind az Európa kritikus hang egyre erősödőbb Európában, akkor Magyarország az az ország, ahol több százezer polgár az Európai Unió és európai értékei mellett áll ki. A békemenetnél leginkább az volt az üzenet, hogy védjük meg a rezsicsökkentést, meg még szóba kerültek mondjuk, hogy Paksot megvédeni, meg ilyesmi. Nem az volt, hogy álljunk ki az Unió mellett. A békemenet egyik fő szónoka, a legnagyobb európai parlamenti frakció vezetője, a legnagyobb európai politikai párt, az Európai Néppárt elnöke, Joseph Daul, francia politikus, aki egy abszolút pro-uniós, Európa-párti beszédet mond. Én sem azt állítom, hogy ez a fő üzenet lett volna, csak azt állítom, hogy az elmúlt néhány év, 3-4-5 év legnagyobb olyan európai tömegdemonstrációja volt, ahol egy ilyen Európa-párti beszéd elhangzott. Akik nem Magyarország ellenében, a magyar néppel szemben sok esetben utalnék itt a Tavares jelentésre, hanem a magyar emberek mellett állnak ki, azoknak van helye az Európai Unióban, az Európai Parlamentben. Jó ügyet szolgálunk, és aki jó ügyet szolgál, az legyőzhetetlen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és meghallgattak, és szurkoljanak Deutsch Tamásnak is, szurkoljanak mindannyiunknak. Minden hibája ellenére a saját közösségünknek érezzük az Európai Uniót, és egy normális, egyenes, patrióta testtartással, igen, azt üzenjük Brüsszelnek, hogy az Európai Unió valamennyi intézményének kutya kötelessége, hogy tiszteletet adjon a magyaroknak. Nem az van az egész, mert ez tök jó mozgósító szöveg, igen, védjük meg magunkat, de azért kint nincs ez a hangulat, tehát hogy... Van. Ugye ez a klasszikus vicc, doktor úr, haragudjon, mondja a pszichológus, az pszichiáterhez érkező ember, de szörnyű azért életem, hát
úgy érzem, hogy üldöznek. Mire? Viccet lehet röviden, középhosszan is lehetne, de hosszan legyünk elmondani. Rövidek. Legyen ez mondjuk a rövid változat. Éke szóróan elmondja a pszichiáter, hogy de hát ön ezt csak valószínűleg így érzi, és így, és úgy, és amúgy lehet ezen érzésekkel szemben tennie az ön fejében, lelkében. Mire nagyon komolyan a pszichiáter is meglepő módon azt mondja az ember, de doktor úr, engem tényleg üldöznek. Hát itt nem arról van szó, hogy van egy érzet, egy érzület, amit semmilyen tény nem támaszt alá. Szerintem akkor lennénk üldözési mániások, azt mondanánk, hogy ilyen soha nem volt még az Unióban, és már megint velünk magyarokkal fordul csak ez a dolog elő. Ilyen volt az Unióban, van, ez most minket is érint. Nekem is eszembe jutott egy vicc, ami talán egy másik oldalt mutatja meg, amikor bemondják az autórádióban, hogy vigyázzanak, mert valaki szembe jön az autópályán, mire az a valaki felkiált, hogy egy valaki az összes. Ezért csodálatos a humor, mert mindent is annak az ellenkezőjét is könnyen, de mosolyogva lehet elmondani, és ilyen képes beszéddel alátámasztani. Én természetesen azt is el tudom mondani, hogy amikor rendkívül komolyan szorong valaki, hogy neki három heregújója van, és akkor elmegy nem egy urológus, vagy szakorvos, hanem egy pszichológus, és azt mondja, hogy uram, mert rosszul mondta az egészet. Hát ne kisebb rendűségi érzése legyen, hanem legyen erre a dologra büszke. Fölnézve, ez az, na végre, fügyörészre megy le, az orvosi rendelőből kilép az utcára, oda, hogy az első férfihez vállon ver, és azt mondja, na, fogadjunk, hogy nekünk kettőnknek együtt öt heregújója van, mire a másikra nézze, miért? Magának egy sincs.